Szuperemberek leszünk. Telepátia útján fogunk egymással érintkezni. Az új élményeket közvetlenül az agyunkba programozzuk. És akár 150 évig is élhetünk. A technológia nyomása minden oldalról érezhető. Szinte másodpercenként történik valami új. Készüljenek fel! A jövő közelebb van, mint gondolnánk. A jövő világa. A jövő szuperembere. A jövő embere egy olyan technológiai csoda lesz, akinek a képességeit eddig csak a tudományos, fantasztikus irodalomból ismertük. Az agyunk olyan dolgokra lesz képes, amiről eddig csak álmodni mertünk. Még az egymással való beszédmódja is radikálisan megváltozik. Telepátia technológia. A nevem Chuck Jorgensen, és most közvetlenül az agyamból szólok Önökhöz. Képzeljenek el egy olyan kétszereplős beszélgetést, ahol az ajkunk meg sem mozdul. Jól van? Yes. Igen, jól vagyok. Ez a telepátia egy praktikus formája. Szubvokális, vagyis néma beszéd, amit Chuck Jorgensen a NASA Ames kutató laboratóriumában fejlesztett ki. Amikor beszélünk, valójában az történik, hogy az agyunk jeleket küld a hangképző szervekhez, a hangszálainkhoz és a nyelvünkhöz. Ezek a jelek információt tartalmaznak, és azoknak a szavaknak felelnek meg, amiket a hallással érzékelünk. A jeleket az agyunk küldi, még akkor is, amikor a szánk csukva van. Dr. Jorgensen rájött, hogyan lehet ezeket letölteni. A szubvokális beszéd érzékeléséhez az szükséges, hogy kinyerjük azokat az apró jeleket, amelyeket Rebecca agya a hangképző szerveihez küld. Ezeket elektromiográfos jeleknek nevezzük. A jeleket a bőrre erősített érzékelőkkel észlelik és fogják. Így néznek ki az elektródák. Apró lapocskák, olyanok, mint az orvosi tapaszok. Ha ő hangosan azt mondja, a jövő, akkor olyan jelet fogunk, ami a beszélő izom tevékenységét tükrözi. Az ilyen néma beszédnél nem kell a száját mozgatnia, tehát a szót magában mondja ki. Vagyis némán mondja, hogy a jövő. Itt most azt mondta, a jövő, de az ajkait nem mozgatta. De mégis azt látjuk, hogy a nyakán levő elektródák ugyanazokat a jeleket fogták. Az elektródák által felfogott jelek a mobiltelefon működéséhez hasonlóan egy másik személynél lévő fülhallgatóhoz továbbíthatók. A legújabb érzékelők ilyen érem nagyságúak, de a méretük egyre kisebb lesz. A nem túl távoli jövőben már a ruházatba varrott érzékelőkkel is találkozhatunk. A folyamat odáig fejlődhet, hogy a berendezés gyakorlatilag láthatatlan lesz. Két azonos technikával felszerelt ember tulajdonképpen anélkül beszélhet egymással, hogy az ajkukat mozgatni kellene. Álljanak fel! Az ilyen rejtett beszélgetés az eddig ismert kommunikáció teljesen megváltoztathatja. Mit mondjak? Ne válaszoljon a kérdésre! Sok olyan helyzet van, amikor a hangos beszéd nem igazán előnyös. Várja, míg indulok! Az ilyen technotelepátiát jól alkalmazhatják a mentéseken dolgozók vagy a rendőrség, hogy hangos beszéd nélkül koordinálhassák a tevékenységüket. Még gyakorlatilasabb alkalmazás, hogy egy megbeszélés alatt akár hang nélkül is telefonálhatunk. Mikor lesz a vacsora? Vagy egy unalmas ebéd közben anélkül beszélhet a partnerével, menjünk haza, hogy megsérteni a vendéglátóját. De mint a legtöbb új technikai megoldás esetében, ezzel is vissza lehet élni. A diákok csalhatnának a vizsgákon. A válasz a C. Vagy egy pókerjátékos egy parti közben használhatná. A szubvokális beszédnek a hangtalan kommunikációban való alkalmazása már a közeljövőben valósággá válhat. És a gondolatainkat nem csak az emberek fogják hallani. Az ilyen hangtalan utasításokkal akár egy robotot is működtethetünk. Például... Menj előre! És a gépek reagálni fognak. Most balra! Ügyes vagy! A közeljövőben hang nélkül szubvokálisan tudunk majd kommunikálni, ám az agyműködésünk kapacitásának is vannak határai.
Vagy talán nem? A jövőben ezen a téren is változások várhatók. Vajon a technika révén még eszesebbek lehetünk? A jövő embere a mainál sokkal okosabb lesz. Ezt azok az úttörő kutatások teszik lehetővé, amelyek az emberi agyműködés feltárását és fejlesztését célozzák. Képzeljük el, hogy ezentúl nem egy számítógép monitoron keresztül jutunk információhoz vagy szórakozáshoz, hanem mindez közvetlenül a szemünkben fog megjelenni. Tudomásom szerint még senki sem tett kísérletet arra, hogy a szaruhártyára vetítsen képeket. Erre még soha nem volt példa. Ha a szakemberek képesek lennének egy kontaktlencsébe beépíteni egy parányi kivetítőt, akkor mi magunk is egy járókelő számítógép monitorrá válhatnánk. Talán mindez a valóságtól elrugaszkodottnak hangzik? Pedig a Washingtoni Egyetemen dolgozó Babak Parviz kutatásai nyomán ez a jövőben valósággá válik. Ez a mi beépített áramkörrel ellátott kontaktlencsénk prototípusa. A mikroszkopikus méretű áramkörök nagy felbontású képeket jelenítenek meg a lencse viselőjének a szemén. Amit a felhasználó ezen a kivetítőn lát, az lehet egy külső antennáról jövő információ, amin akár az egész külvilág osztozhat. Ha akarjuk, minden ismerősünk arca is megjeleníthető. Senkinek se fogjuk elfelejteni a nevét. Autózás közben pedig sohasem tévedünk el. A GPS-ünk információit egyenesen a kontaktlencsére küldhetjük. Az ilyen speciális lencsék a gyógyítást is forradalmasíthatják. Az operáló orvosok akár egy műtét közben is azonnal megkaphatják a betegre vonatkozó fontos információkat. A sebész a műtőben operál, közben az egyéb érzékelők által összegyűjtött fontos beteginformációk egyenesen az orvos szem elé vetíthetők. Ezek már a jövő eszközei. De akkor még miért nem hoztak létre ilyen számítógépesített lencséket? Azért, mert a mikroáramköröknek az érzékeny lencsékbe való beépítése komoly műszaki problémát jelent. A nagy teljesítményű szilícium áramkörök előállításához rendkívül magas hőmérséklet szükséges, amit egy kontaktlencse nem bír ki. A problémát úgy oldották meg, hogy Parviz munkacsoportja egy olyan eljárást fejlesztett ki, amellyel az áramkörök a műanyag lencsén saját maguktól összekapcsolódnak. A lencse felszínébe apró receptor területeket mélyítettek, és amikor az áramköröket rácseppentik, akkor a lencsére kerülő összes alkotóelem megtalálja a maga helyét. Így az alkatrészek összekapcsolódnak, és létrejönnek a mikroáramkörök. Amikor összeállnak, az áramkörök tökéletesen működnek. Az még kérdés, hogy hajlandók vagyunk-e ilyesmit a szemünkbe illeszteni. Ami a szem felszínét illeti, nincs semmi különbség egy szokásos lencse és egy ilyen lencse között, amibe ezeket a funkciókat beépítettük. Ezeket ugyanolyan könnyű lesz használni, mint a manapság használtakat. A szokásos korrekciós lencséktől csupán ezek a miniatűr elektronikai alkatrészek különböztetik meg őket. Sőt, ezeket a lencséket még az internethez is hozzá lehet kapcsolni. Képzeljük csak el, ahogyan teljesen titokban csak az általunk látható szemgolyó nagyságú képernyőn keresgélhetünk a világhálón. A kontaktlencsénk vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezik majd, és ez nem évtizedek múlva, hanem sokkal-sokkal hamarabb megvalósul. Az emberi agy egy rendkívül különleges szerv. Kétségkívül a legbonyolultabb szerkezet, amivel a világegyetemben valaha is találkoztunk. A képességei szinte lehetetlen behatárolni. Gary Lynch professzor a kaliforniai Irvine Egyetemen úttörő jellegű idegélettani kutatást végez. Azon dolgozunk, hogy megtudjuk, miként fokozhatók az emberi agy képességei. Ez nem csak azt jelenti, hogy az agyunkat tökéletesíteni akarják, hanem azt is, hogy az életünk során végig a maximális képességekkel rendelkezzünk. Az agyunkkal az a gond, hogy az életkor előrehaladtával gyengülni kezd. Jelenleg az agyunk 20 éves korunkban éri el a teljesítménye tetőfokát, majd folyamatosan gyengül. De miért? Miért van az, hogy 18 évig fejlődik, teljes kapacitásra vált, létrejön a sok ezer trilliónyi idegsejt kapcsolódás, majd a teljesítménye szinte azonnal hanyatlani kezd?
A 60 éves tudós ennek a megoldásán dolgozik. Az, hogy egy harmadéves egyetemistának nagyobb mentális agilitása van, mint nekem, az tudományos tény, és ezt nagyon bosszantónak tartom. Lynch egy olyan gyógyszer fejlesztésén dolgozik, ami megakadályozná az agyunk öregedését, sőt, még fokozná is a teljesítményét. Ez az Ampakin nevű gyógyszer megnöveli az agy teljesítményét. Az agyunk neuronokból áll. Több mint 100 milliárd van belőlük. Egy gondolat valójában az egymással összeköttetésben álló neuronokkal a másodperc töredéke alatt lezajló kommunikációjából áll. Nem rossz, de nem is jó. Mi történne, ha ezt a folyamatot fel tudnánk gyorsítani? Az Ampakin hatására megnő az elektromos töltés. Az üzenetre több neuron reagál, és a több neuron még több neuronnal tud kapcsolatba lépni. Tehát egy problémán most még több neuron dolgozik, és ez az egész sokkal gyorsabban történik. A neuronjaink az idegsejt kapcsolódásokon keresztül továbbítják a jeleket. Dr. Lynch meg tudja mérni, hogy mekkora adag Ampakin kell az agyon belüli kapcsolódások gyorsításához. Ebben a tálban egy darab élő agy van. Itt a képernyőn látjuk a kapcsolódási, vagyis szinaptikus feszültséget. Halljuk, amint a neuronok üzeneteket kapnak, és készülnek, hogy azokat a következőkhöz továbbítsák. Most adjunk hozzá Ampakint. A szinapszis ugyanaz, de a feszültség megnőtt. Ezek a gondolkodás sebességét növelő gyógyszerek éberebbé tesznek és javítják az emlékezetet. Ugyanakkor nincsenek olyan kellemetlen mellékhatásai, mint az energiaitaloknak vagy a kávénak. Az Ampakint 65 év felettieken tesztelték, és kimutathatóan javították az emlékezetet. Mellékhatások nem jelentkeztek. Az agyleépülés elleni küzdelemben az ilyen okos tabletták az életünk részévé válnak. Az Ampakin immár nem puszta spekuláció, ez napjaink valósága, és jelenleg már a gyógyszergyárak tesztelik. Lehetővé válik, hogy olyan dolgokat tehessünk meg, amire az agyunk jelenleg még nem képes. Ez új korszakot nyit az emberiség történelmében, a jövő rendkívül érdekes dolgokat tartogat számunkra. Ma azt jósolják, hogy 2040-re világszerte 100 millió ember fog demenciában szenvedni. Vagyis a 60 év fölötti felnőttek közül minden 15-dik. Egy olyan gyógyszer, ami le tudja lassítani az emlékezetvesztést, bizonyára áttörést jelent. Az Alzheimer-kor, az agyvérzés, sőt még a skizofrénia elleni harcban is. Azoknál pedig, akik egészségesek maradnak, az életerős, fiatalos agy még kellemesebbé teszi az életet. Az Ampakin az agyat nagyobb sebességre kapcsolja. Ha ehhez még nagyobb adatfeldolgozási kapacitás társul, már is a szuperember agyával rendelkezünk. Az embernek kevés lehetősége van arra, hogy születés után további neuronokat építsen be az agyába. Dr. Carlos Luis azon dolgozik, hogy megtudja, miként juttathatunk az agyba újabb neuronokat. Az eljárást neurogenezisnek nevezik. Ha megtudhatnánk, hogyan juttathatunk új neuronokat egy felnőtt agyának a neurohálózatába, az azt jelenteni, hogy úgy tanulhatnánk meg új dolgokat, ahogy az egy gyermeknél is történik. Hello! Bonjour! Konnichiwa! Hogy a neuron bevitel módszerét kiderítsék, a tudósok, például Luis is, az énekes madarakat tanulmányozzák. Miért éppen azokat? Azért, mert akár 2000 különböző éneket is képesek megtanulni. Az énekes madarak képesek arra, hogy az életük során újabb neuronokat építsenek be. Nos, te mit gondolsz? Az agyunkban lévő több milliárd neuron sok trilliónyi kapcsolatot hoz létre, ezért kockázatok is vannak. Az új neuronok és további kapcsolatok létrejötte megszakíthatja a már létező kapcsolódásokat, vagyis előfordulhat, hogy meglévő emlékeket is törölni fogunk. Amikor az agyba új neuronokat juttatunk be, akkor lehetőség nyílik egy teljesen új nyelv megtanulására. Lehet, hogy megtanulunk zongorázni, de ugyanakkor elfelejtjük, hogy ki a feleségünk. Persze, egyes esetekben ez nem is olyan nagy baj. De tény, ha Dr. Luisnak sikerül megfejteni az énekes madarak titkát, a neurogenezis eredményei döbbenetesek lesznek. A leendő szuperember agya minden bizonnyal annyival jobb lesz, amit a mai agyunkkal talán fel sem tudunk fogni.
A tudósok most nem csak azon dolgoznak, hogy az agyunk jobban működjön, hanem azt is vizsgálják, hogyan tudnánk hatékonyabban használni. Az agy. Mi is a lényege? Minden, amit érzékelünk, az öt érzékszerven keresztül jut el hozzánk. Dr. Rodolfo Linas azonban rendelkezik egy olyan technológiával, ami az öt érzékszervet feleslegessé teheti. Egy nap majd a vakok is láthatnak, a siketek is hallani fognak, és olyan emlékeket is felidézhetünk, amikről azt hittük, hogy már rég elvesztek. Egy teljesen új technológia talán lehetővé teszi, hogy közvetlenül az agyunkkal beszéljünk. A behuzarozott agy. Mi emberek lényegében látó állatok vagyunk. Hadd rajzoljam le önöknek. Valami ilyesmiről van szó. Most egy szemet ide. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a látás a szemmel történik. A szem a látóidekhez kapcsolódik. Valójában azonban nem a szemünk, hanem az agyunk az, ami lát. Amikor álmodunk, akkor is látunk, pedig nem a szemünket használjuk. Elvben a látás úgy is létrehozható, ha az agyat közvetlenül ingereljük. Dr. Linas azt tervezi, hogy huzalokat vezet az agynak abban a részébe, amelyik a látásért felel. Ezeken keresztül bizonyos agysejteket stimulálnának, és így képeket hoznánk létre. Vagyis látunk, noha a szemünk csukva van. Érzetek keletkeznek, és olyan részletgazdag képeket alkotunk, amilyeneket csak akarunk. Dr. Linas úgy véli, hogy ugyanilyen vezetéket kapcsolhatnak az agynak a hallásért és a tapintásért felelős részeibe. Ez az eljárás a testen kívüli élményszerzés útját egyengeti, és láthatjuk a világot anélkül, hogy elmennénk otthonról. Tegyük fel, hogy utazni akarunk. Kapcsolódjunk közvetlenül stimuláló forrásra, és akkor látni fogunk, és érezzük a szél fuvallatát. Ha az agyunkkal képeket, hangokat, illatokat és akár egy másik helyen való tartózkodást is érzékelni tudunk, vajon a virtuális utazás a tényleges ottlét érzetét is keltheti? Lehet, hogy egy szabad esést a karosszékből teljes biztonságban izgulhatunk végig. Vagy akár idegen bolygókon is sétálhatunk? Dr. Linas szerint határtalan mennyiségű kép és érzet táplálható be közvetlenül az agyunkba. De hogy kerül be oda az a rengeteg információ? Az érrendszeren keresztül. Az agyunk tele van parányi vérerekkel, amik minden egyes neuronhoz oxigént szállítanak. Dr. Linas ezeken az ereken mikroszkópikus méretű úgynevezett nanohúzal kötegeket akar átvezetni. Ezek fogják szállítani a kép, a hang és a többi érzett ingereit az agy megfelelő részeibe. Linas a jövőben azt is lehetségesnek tartja, hogy az ilyen vezetékeken keresztül az agyunkat akár egy más emberével is összekapcsolhatja. Ezzel a módszerrel nem csak az érzékelés, hanem az érzelmek is stimulálhatók. Nem lesz majd szükség a szavakra, hogy az érzelmeinket közöljük. A vezeték másik végén levő személy szó szerint már az agyunkon belül lesz. Érzi majd a szeretetünket vagy a dühünket. Az orvosok már nem kérdezik meg, hogy hol fáj, mert már tudni fogják. Lassan meglesznek azok az eszközök, amelyekkel közvetlenül az agyunkkal kommunikálhatunk. De bármilyen agyi kapacitással is rendelkezünk, az egészséges testre mindig szükségünk lesz. Egy másik nanotechnikára alapozott eljárás révén elképzelhető, hogy a sérült testrészek újjáépíthetők lesznek. Nincs szándékunkban megváltoztatni az emberi testet, mindössze tökéletesíteni akarjuk. Dr. Sam Stoops szeret építeni és szerelni. Ehhez azonban nem ívhegesztőt vagy csavarhúzót használ. Ő nanotechnológiát alkalmaz az emberi testrészek regenerálására. A nanotechnológia azt jelenti, hogy olyan mikroszkopikus tárgyakat vagy gépeket készítenek, amelyeknek az alkatrészei tulajdonképpen olyan molekulák, amik még a sejteknél is kisebbek. Ezeket nanoszálaknak nevezik. Az egyik kedvenc eszközünk a nanoszál, egy olyan struktúra, ami tényleg olyan, mint egy rostszál, csupán rettenetesen pici. Vegyünk például egy hajszálat, emberi hajszálat. Nekem sajnos már nincs belőle, de tegyük fel, hogy egy szálat 100 000 darabra hasítanák szét. Egy-egy ilyen felelne meg egy nanoszál méretének.
A méretük az, ami ezeket a végtelenül parányi tárgyakat annyira optimálissá teszik az emberi test újjáépítésének folyamatában, hiszen ezek sejtméretben alkalmazhatók. A nanostruktúrák egész sorát hozzuk létre, hogy regenerálhassuk az emberi test részeit. A nanoszálak felhasználhatók a sérült vese vagy a máj gyógyításában. A szálak a szerven belül a meggyengült részekhez kapcsolódnak, szinte miniatűr hidakat hoznak létre a sejtek között. Aztán olyan ingert adnak a sejtnek, hogy a sérült területen osztódjon és megsokszorozódjon, ezzel mintegy képessé téve a szervezetet, hogy megjavítsa önmagát. A nanoszerkezetek kommunikálnak a sejtekkel, azok pedig sokszorozódnak és osztódnak. Így kezdődik a regeneráció. Ez a nanofolyamat alapú regeneráció a test szinte minden sejt struktúrájú részénél alkalmazható. Például, ha az inzulin termelő sejtek regenerálhatók, akkor a cukorbaj gyógyítható lesz. Vagy az Alzheimer-kórnál, itt a neuronok regenerációjának a képessége a fontos. Dr. Sturp azonban nem csupán a sérült testrészek megjavítására gondol. Azt reméli, hogy így minden emberi testrész erősebbé tehető. A regeneratív orvoslásnak az a célja, hogy tökéletesebbé tegye azt, amit az evolúció során kaptunk. Például 18 éves kor után a porc már nem regenerálódik. A nanotechnológia felhasználható lesz a porcok újjáépítésében, amivel erősebb izületek hozhatók létre. A sportolók meghosszabbíthatják a karrierjüket, és az emberek egészen a 90-es éveikig aktívak maradhatnak. A regeneráció az életminőség megjavítását jelenti. És emellett még tovább is élhetünk. Tudjuk, hogy egyes állatok képesek újra növeszteni az elvesztett végtagjaikat. Ha nekik sikerül, miért ne sikerülhetne nekünk is? A jövőben ez talán lehetséges lesz. A jövő talán meghozza a megoldást az ember egyik legszörnyűbb élményének, egy végtag elveszítésének a helyrehozatalára. A tudósok most azokat az eljárásokat kutatják, amelyekkel az elveszett testrész újra növeszthető. A nevem Ellen Heber Katz. Úgy gondolom, hogy ez az egér a jövőbeli regeneráció lehetőségét hordozza magában. Dr. Heber Katz egy véletlen révén fedezte fel a kísérleti egerek egyedülálló képességét. Olyan egereket tanulmányozott, amelyeknél hiányzott az immunrendszer egy része. Egy olyan gyógyszer kutatásán dolgoztunk, amelyről úgy gondoltuk, hogy akadályozhatja az autoimmunitás jelentkezését. Az egerek fülét kiukasztottuk, hogy meg tudjuk különböztetni őket a nem kezelt társaiktól. Aztán az anyagot a megjelölt egerekbe fecskendeztük. Azonban 3 héttel később a lyukak eltűntek, így aztán nem tudtuk megkülönböztetni őket. A folyamat egy igazi szupergyógyulás történt. A kiukasztott fül nem gyógyul be magától. És ez még nem minden. Dr. Heber Katz felfedezte, hogy amikor az egér farkát levágják, az is visszanő. Ugyanez történt a lábujjakkal. Ha ezeknek az egereknek a szívében sérülést okozunk, a szövetek hegesedés nélkül újra nőnek. Visszaáll az eredeti forma és funkció. Ha ennél az egérnél ki tudjuk deríteni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis milyen a biokémiája, akkor ezt az embernél is fel tudnánk használni, és testrészeket tudnánk újra növeszteni, végtagokat és ujjakat. A lehetőségek tulajdonképpen végtelenek. Az ember mindig is korlátozott regenerációs képességgel rendelkezett. Hajat tudunk növeszteni, és körmeink is nőnek. Ezek inkább sejtnövekedések, és nem a szövetek termelődnek újra. De ezen túl már nem így lesz, legalábbis a végtagoknál nem. Csak olyan kétéltőek, mint például a szalamandrák és a gyíkok tudják újra növeszteni a farkukat, a mellső lábaikat vagy a hátsóikat. Ez az evolúciós képesség a mamutoknál már elveszett. De úgy látszik, hogy Heber Katz egerei visszanyerték ezt a képességet. Ennek a magyarázata talán a legyengített immunrendszerükben keresendő. Az immunrendszerünk a betegségektől véd bennünket. Ennek egyik módja a hegesedés. Ha egy sérülésünk van, akkor egy erős heg keletkezik, ami megakadályozza a vérzést. A heg véd a fertőzéstől, de ugyanakkor a növekedést is akadályozza. Lehet, hogy a hegesedés az, ami gátolja, hogy természetes módon regenerálódjunk. Figyeljünk meg mikroszkópon keresztül egy tipikus sebgyógyulási folyamatot. Aztán nézzük meg, hogy ilyen esetben mi történik Dr. Heber Katz egereinek sejtjeivel. Ezek a sejtek bámulatosak.
legalább 10-szer olyan gyorsak, mint a normál sejtek. Heber Katz felfedezésének rendkívüli jelentősége van. Ha a mamutokhoz hasonlóan ezekben az egerekben is megvan a regeneráció képessége, akkor a tudósok megtanulhatják, hogy ezt miképpen tegyék lehetővé az ember számára is. Képzeljük csak el, mit jelent ez egy olyan ember számára, aki elveszítette a végtagjait. Szerintem az ujjak újranövesztése egészen ígéretesen alakul. És remélem, hogy a jövőben a teljes végtagokkal is ez lesz a helyzet. A képesség adott, csak élni kell vele. Vajon a regenerációs képesség nyomán a világ tele lesz olyan fene gyerekekkel, akik félelem nélkül hősködnek tudván, hogyha egy végtagjukat elveszítik, helyette egy új fog nőni? Ebben a szép új világban egyre bátrabbakká válunk? Ez érdekes kérdés, mert a regenerációra képes fajokat gyakran halhatatlannak tartják. Javíthatjuk az egészséget és megnövelhetjük az életkort. Szerintem már a közeljövő is fantasztikus lehetőségeket tartogat. A kérdés nem az, hogy ez lehetséges-e, hanem hogy mikor. Ha a végtagok újranövesztése elképesztőnek hangzik, akkor mit mondjunk a belső szervekről? Pillanatnyilag egy új szerv beépülése csak szervátültetéssel történhet, és néha évekig kell rá várni. Forgács Gábor vagyok. A jövőben megoldjuk, hogy szolgálatunkba állítjuk a természet erőit, és ezzel új belső szerveket hozzunk létre. Dr. Forgács és laboratóriuma az új belső szervek létrehozásában egy radikálisan úttörő eljáráson dolgozik. A szerveket sejtről sejtre haladva építik fel. Szó szerint lemásolják azokat a szerveinket, amiket a természettől kaptunk. Szervmásolás? Hát ez eléggé science fiction regénybe illőnek hangzik. Ezt az eljárást a testszövetképzés jövőjének tartják. Azon alapul, hogy az emberi sejtek fürdszerű összekapcsolódása, amit dr. Forgács biotintának nevez, pont úgy viselkedik, mint egy folyadék. Amikor az egyes cseppeket egymás mellé helyezik, azok egymásba folynak, egyesülnek és új rétegeket vagy formákat képeznek. Ezek a biotinta alkotó elemek. Mindegyik körülbelül 10 és 30 ezer közötti sejtből áll. A háromdimenziós struktúrák létrehozásához Forgács és munkatársai egy nyomtatót használnak, ami a szövegek nyomtatásához használt tintasugaras nyomtatókhoz hasonló. A sejtek egész jól viselik a nyomtatási folyamatot. Ez a bioprinter. Az átlagos nyomtatók nem tudnak szilárd tárgyakat létrehozni, még kevésbé egy emberi szervet. Ez viszont képes lesz rá. A printer előbb egy szövetbarát biopapírlapot hoz létre, majd rányomtatja az élő sejtekből álló fürtöket cseppről cseppre. Ezután már a természeten a sor. A sejtláncok összekapcsolódnak és egymásba olvadnak, így új és még összetettebb szövetstruktúrák jönnek létre. A folyamat minden részletét még ugyan nem tudjuk irányítani, de kiderült, hogy ez nem is szükséges, ugyanis ez a biológiai anyag a természeténél fogva képes az önszerveződésre. Amint egy-egy réteg elkészült, egy újabb sejtláncfürtöt adnak hozzá. Megépítjük az első szintet, aztán a másodikat, majd a harmadikat. Így épül fel a felhőkarcolónk. Később a rétegeket elválasztó biopapír feloldódik, és a különböző sejtrétegek egymásba olvadnak. Így jutunk el a háromdimenziós szerkezet felépítéséhez. Mivel ebbe a nyomtatási folyamatban mindegyik emberi szerv sejtjei bevonhatók, Forgács szerint a jövőben ez az eljárás bármely sérült szerv helyettesítésében is alkalmazható lesz. És mivel ez a szerv a saját sejtjei másolásával jön létre, a kilökődésnek kicsi a valószínűsége. Képzeljük el, hogy valakinek bypass műtétje volt. Az ilyen személy olyan szívvel él, ami nem 100%-osan funkcionál. Ilyen esetben el tudom képzelni, hogy szívérszövetet nyomtatunk, amit a károsult szívéhez erősítünk. Vajon ha nagyivó vagyok, akkor majd lecserélhetem a májamat? Vagy új tüdőt kaphatok, ha erős dohányos vagyok? Nos, először is azt tanácsolom, hogy ne dohányozzon. De emellett persze az is elképzelhető, hogy ezzel az eljárással mindez tényleg megvalósítható lesz. Szerintem egyszer majd igenis valósággá válhat, hogy egy vadonatúj másolt szervvel a testünkben hoznak ki bennünket a műtőből. Ez 50 éve még csak a tudományos fantasztikus regényekben létezett. De mára már mindez a közeljövő valósága lett.
A jövő embere a mainál sokkal okosabb és erősebb lesz, és akár új végtagot vagy szervet is tud magának rendelni. Sőt, azt is tudni fogjuk, hogy milyen egészségesek leszünk, vagy milyen betegség fenyeget bennünket. A genetikai jövőnk. A genetikai kódrendszerünk és a génjeink megismerése az egész orvoslást alapjaiban változtatja meg. Craig Venter nem csupán egy úttörő munkát végző genetikus. Ő maga is egy kísérlet alanya. Ő az első ember, aki a saját genetikai állományának mind a 6 milliárd betűjét sorrendbe állította. Ha az én génállományomat olvasható méretű betűkből ki akarnánk nyomtatni, akkor még a Washington emlékműnél is magasabb irathalmazt kapnánk. A munka során kellemetlen felismerésekre is jutott. A saját genetikai állományom azt mutatja, hogy nem csak a szívbetegség, hanem az Alzheimer-kór is fenyeget. Az emberi genom feltérképezésével a tudósok szinte naponta újabb és újabb eredményeket érnek el a DNS egészségünkben játszott szerepének megismerésében. Persze olyan információhoz nem jutunk, miszerint igen, ön 62 évesen vastagbélrákban fog meghalni. Ilyen azonban lesz. Az ön génállományából megállapítható, hogy 30% esélye van rá, hogy az élete során vastagbélrákja lesz. A valószínűség pontosabb fokát csak egy nagyobb populáció adatainak ismeretében lehet megtudni. Már nincs messze az idő, amikor már megjósolhatjuk a jövőt. Legalábbis ami az egészségünket illeti. A génekkel kapcsolatos kutatások lehetővé teszik, hogy tudjuk, mi vár ránk. Még a meg sem született gyermekeinket fenyegető kockázatokra vonatkozóan is. A genomot alkotó DNS-ek tartalmazzák a teljes földi élet létrehozásához szükséges információkat. A genom hordozza mindazt a biológiai információt, ami másoktól megkülönböztet bennünket. És lehet, hogy egy Izlandon folyó kutatás eredményeképpen még a jövőnkről is tájékoztat. Izland olyan ország, ahol az emberek rendkívül hosszú életkort élnek meg. A nevem Kari Stefansson. A családom már legalább 1100 éve itt él. Izlandnak mindössze 300 ezer lakosa van. Számunkra ez fantasztikus lehetőséget jelent, mert itt Izlandon mindenkit bevonhatunk egyetlen betegség kutatásába. Itt nem egy-egy betegségcsoportot, hanem az egész lakosságot megvizsgáljuk. Dr. Stephenson azt reméli, hogy sikerül megállapítani a betegségek genetikai okait. A tudományos haladás érdekében az egész lakosságot arra kérte, hogy bocsássa rendelkezésére a saját génállományára vonatkozó információkat. Az egyes emberek DNS szekvenciája akkor válik fontossá, amikor megnézzük, hogy miben különbözik a többi emberétől. A Decode genetikai vállalat alaksori hűtőjében több mint 100 000 izlandi DNS mintáit őrzik. Ez azt jelenti, hogy bármelyik izlandi ember esetében meg tudom mondani, hogy milyen rokonságban van az ország többi lakójával. Ebben az az igazán érdekes, hogy rengeteg ember genomját tudjuk összehasonlítani. 5-10 év múlva mindenkinek meg lesz a saját genetikai térképe, ugyanúgy, ahogy ma a vérképünkkel is rendelkezünk. Ennek birtokában tudni fogjuk, mi vár ránk a jövőben. Az én erős LAG1-es génem azt jelenti, hogy 90 évig vagy még tovább élek. Az én AMPD1-es génem nagyon egészséges, így aztán testedzéskor nem fáradok el. A genomunk nem csak a hajszínünket, a szemünk színét, meg ilyesmiket határoz meg, hanem azt is, hogy hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz. Az én extra hosszúságú D4-es dopaminreceptor génem miatt bátrabban vállalom a kockázatokat. Azt is, hogyan reagálunk az ételekre. Én csak azt tudom, hogy a génjeim révén annyi kávét ihatok, amennyit csak akarok. A későbbi egészségi állapotunk titka is a genomunkban rejlik. Meggyőződésem, hogy az emberi genom szekvenciájában lévő variációk felfedezése a megelőzésre épülő új gyógymódok kidolgozását fogja megalapozni. A betegséghordozó gének újszerű vizsgálata már azelőtt felfedi a bajt, mielőtt az jelentkezne. Van egy teszteljárásunk a 2-es típusú diabéteszre, ami Amerikában már járványszerű méreteket öltött. Van már tesztünk a korai szívroham előrejelzésére is.
Ezeknek a genetikai ismereteknek a birtokában az izlandiaknak nagyobb befolyásuk lehet a saját jövőjükre. Ez nagyobb mozgásteret ad nekünk. Így befolyással lehetünk a saját egészségünkre. Nálam az Alzheimer-kornak minimális a kockázata, de ugyanakkor nagyobb esélyem van a prostatarákra, vagy a kettes típusú cukorbetegségre. Vagyis, ha a betegségeim genetikai eredetű kockázatát nézem, akkor én egy átlagos ember vagyok. És meg kell mondanom, nincs annál lehangolóbb, mintha átlagosak vagyunk. A jövőben, ha valakivel együtt járunk, az illető lehet, hogy a génállományunk iránt fog érdeklődni, és miért is nem? Hiszen ma már tudjuk, hogy a legtöbbünk lényegében a genetikai jellemzők alapján választ élettársat. Amikor egy meghatározott külsejű társat választunk, akkor két tényező befolyásol bennünket, a saját és a leendő társ genetikai jellemzői. De mi történik akkor, amikor már a leendő gyermekünk genetikai lenyomatát is képesek leszünk megismerni? Vajon majd az ilyen ismeretek birtokában levők genetikailag felsőbbrendű gyermekeket tudnak létrehozni? Ez nagyon is valószínű, hogy lehetséges lesz. Ilyen téren már ma is sokat tehetünk. Hogy mi ennek az értelme? Szerintem az emberiség jövője szempontjából sok veszélyt jelentene, ha ezzel a tudással a birtokunkban nagyszabású manipulációkba kezdenénk. Ezzel egész nemzedékeket érintő döntéseket hoznánk. Szerintem az embereknek meg kell adni a jogot, hogy önmagukra vonatkozóan meglegyenek az ismeretei. De az, aki ezt nem akarja, az ne akadályozhassa meg, hogy a világ ilyen felfedezéshez jusson. Lehet, hogy a jövőbeni egészségünk titka a génjeinkben rejtőzik. De mi lesz akkor, ha sohasem öregszünk meg? Vajon meg lehet az órát állítani? Egy nap lesz olyan tabletta, amit ha naponta egyszer, vagy akár még ritkábban beveszünk, megállíthatja az öregedést. A génállomány feltérképezése választ ad arra, hogyan alakul az egészségünk. Az egészségünk alakítása pedig az egész életünket megváltoztathatja. De ez csak az egyik összetevője egy jóval nagyobb változásnak, a várható életkor módosulásának. 100 évvel ezelőtt 60 év volt az átlagos életkor, mára ez elérte a 83 évet. De vajon lehetséges az öregedés teljes leállítása? Lehet, hogy az öregedés kutatás új eredményei elvezetnek bennünket az örök fiatalság legendás kutyához. A jövőben képesek leszünk az emberi szövetek megfiatalítására. Howard Chang úgy véli, hogy ő már megtalálta az öregedés elleni harc módját, és ezt nem csupán a külsőkre érti. Itt egyáltalán nem a botoxos ránctalanítás egy új változatáról van szó. Mi arra koncentrálunk, hogy megtudjuk, miért öregszenek meg a sejtjeink. Chang kutatásai a bőrre összpontosítanak. A bőr egy sajátos szerv, 28 naponta megújul. A korábban a felszínen lévő sejteket új sejtek váltják fel. Tehát amikor havonta egyszer tükörbe nézünk, mindig egy új arc néz ránk vissza. A dologban az a szokatlan, hogy egy idős embernél ezek az újonnan született bőrsejtek úgy viselkednek, mint a régiek, ami azt jelenti, hogy az öregedés nem csupán abból áll, hogy a test sejtjei idővel elhasználódnak. Arról van szó, hogy a génjeink már máshogy működnek. Tehát, ha létezik egy olyan aktív genetikai program, ami a sejteket öregíti, akkor elérhető, hogy ezt a programot beállítsuk úgy, hogy ezentúl inkább megfiatalítsa az idős sejteket. Testünk minden sejtjében van egy NF-kappa-B nevű fehérje. Ez, mint egy kapcsoló, a különböző géneket aktivizálja vagy leállítja, köztük az öregedésért felelőseket is. Ezt a kapcsolót dr. Chengnek sikerült egy idős egérben lekapcsolni. Elértük, hogy egy egér egy plusz gént kapjon, majd az öregedés gént leállítottuk, úgy, hogy egy bizonyos vegyülettel az egér bőrét bekentük. Ez az egér alapvetően normális életet él, de amikor öregedni kezdene, akkor az öregedés gént blokkoljuk, és ekkor az állat újra a fiatalság jellemzőit mutatja.
A kísérletek meghökkentő eredményre vezettek. Míg az egér egyik fele öreg, a kezelt felületrész ismét a fiatalság jegyeit mutatta. A bőrön kívül más testrészeknél is ugyanez az eredmény figyelhető meg. Úgy gondoljuk, hogy az NF-kappa-B fehérje által az öregedést előidéző folyamat a többi test szövetben, tehát az agyban, a szívben és a májban is jelen van. Ha a különböző szövetekben blokkoljuk az öregedést kiváltó genetikai programot, akkor az öregedéssel kapcsolatos betegségek gyógyításában komoly előrelépés történhet. Lehetséges, hogy az öregedésért felelős gének hatástalanításával elérjük, hogy sohasem öregszünk meg. Szerintem nagyon is lehetséges, hogy egyszer majd meghosszabbíthatjuk az emberi életkort. Persze Dr. Cheng felfedezésétől nem leszünk megint tínédzserek, de az lehet, hogy még további évekre egészségesek maradhatunk. De a génmanipuláció nem az egyetlen módja a hosszabb életkor elérésének. Más tudósok szerint ehhez csak egy tablettát kell bevenni. Ezeknek az öregedés gátló csodaszerrel kapcsolatos kutatásoknak a lényege a kalóriakorlátozás jelenségében rejlik, amit más néven koplaló diétának neveznek. Bár a jelenség lefolyása még továbbra is rejtély, úgy gondolják, hogy ha a szervezetünket koplalásra fogjuk, az egy olyan gént hoz működésbe, ami erősíti a sejteket, amelyek aztán az eddiginél tovább élnek. Már 70 éve tudjuk, hogy a kalória megvonás sok szervezetnél megnöveli az élettartamot. Már csak egy apró molekulára volt szükség, amit egy tablettába tehetünk, hogy jótékony hatást érjünk el vele. Dr. David Sinclair és Christoph Westphal úgy gondolja, hogy megtalálták a kérdéses molekulát. A neve resveratrol, és a vörösborban található. A resveratrol minden általunk vizsgált szervezetben meghosszabbította az életkort. Ezeknek az élesztő sejteknek az élettartamát 30%-kal növelte meg. Már kipróbálták gilisztákon és legyeken, amik 30-40%-kal tovább éltek. A halaknál a növekedés 60% volt. A resveratrolnak ugyanaz a hatása, mint a kalória megvonásnak. Úgy hat, hogy stimulálja a szirt egy fehérje növekedését. A szirt egy a sejtek védekező rendszerének irányítója. Olyan, mint a központi segélyhívó telefonszám. Például felhívjuk a mentőket, menjenek és segítsenek, vagy a tűzoltókat, menjenek tüzet oltani. Most ahelyett, hogy azt mondanánk, javítsa meg a DNS-ünket, vagy védje meg a sejtjeinket. Most jön a resveratrol, hozzákapcsolódik a fehérjéhez, és azt mondja, védjük meg a sejtet. Az eredmény pedig egy tovább élő és egészségesebb állat. De vajon az embernél is alkalmazható? A jó hír az, hogy eddig minden vizsgált szervezetnél működött. Nemrég egerekbe juttattuk be. Az eredmény az lett, hogy sokkal egészségesebbek lettek. Ahogy idősebbek lesznek, nem mutatják az öregedés jeleit. Ezzel kétszeresére tudjuk növelni az életkorukat. Messzebbre futottak és soványabbak voltak. Nem lettek szívbetegek, nem kaptak cukorbajt. Olyasmire bukkantunk, ami erősíti a szervezetnek a betegségekkel, legyengüléssel szembeni ellenálló képességét. A molekulákat már szintetikusan is elő tudjuk állítani, így a hatóerejük több ezerszeres a resveratrolénak. A hosszú élet tabletta, az öregedés gyógyszere. Vajon napjaink valósága lehet? Olyan gyógyszerről van szó, amivel az öregedést szabályozó génekre hathatunk. Ez 5-7 éven belül megvalósulhat. Az alapvető célunk persze az, hogy egészségesebbé tegyük a megélt életkort. Napjaink tudósai bátor munkájának köszönhetően a jövőben az életünk a maitól radikálisan különbözni fog. A szervezetünk öngyógyító, betegségmentes, ügyesebb és genetikailag magasabb rendű lesz, és tovább méghozzá jóval tovább élünk. Lehet, hogy a genetika, a molekuláris biológia, a nanotechnológia és a mikrocsipes informatika forradalma az új szuperemberek világát teremti meg. Talán már nem is a képzelőerőnkre kell hagyatkozni. Ez a világ hamarosan valósággá válik.